2013. január 1-től indították újra a járási rendszert Magyarországon. A Gödöllői Járási Hivatal érére dr. Urbanics Gábort nevezte ki Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. 1971-ben születtem Esztergomban. A szokásos 5 év tanulmány után 1995-ben végeztem a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem állam és jogtudományi karán jogászként. A jogi diploma megszerzése után közigazgatásban kezdtem dolgozni. Rögtön az egyetem után először az Esztergomi Városi Bíróságon dolgoztam, utána pedig jegyzőként dolgoztam Komárom-Esztergom megyében 7 éven keresztül. 3 településen dolgoztam jegyzőként. Az első jegyzői pályám az egy 846 fős kis település volt Mogyorosbánya Esztergom mellett, ahol 4-en dolgoztunk a polgármesteri hivatalban, ott tanulja meg az ember igazán a szakmát. Ugye egy 4 fős hivatalban mindenki csinál mindent, tehát elég nagy rálátásom lett a közigazgatási ügyekre. Lehetőségem adódott, hogy szülővárosomban, Esztergomban megpályázzak egy aljegyzői állást, amit sikeresen el is nyertem 1997-ben. Ezután a feladat elnyerés után a feladataim közé tartozott az, akkor úgy mondták, hogy közigazgatási irodának a vezetése, ma úgy mondják azt, hogy okmányirodának a vezetése, tehát a gépjárműügyek, az okmányügyek, a szabálysértési ügyek, a birtokháborítási ügyek, az állattartási ügyek, tehát elég széles volt a spektrum, minden hozzám tartozott, plusz még a nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás is a feladatomba került. Esztergom után Pest megyében is dolgoztam jegyzőként Nagykovácsiban, tehát összesen 7-8 év a jegyzői múltam. A jegyzőség után minisztériumokban dolgoztam a közlekedési és vízügyi minisztériumban, a miniszteri kabinetben, majd pedig az informatikai és hírközlési minisztériumban dolgoztam, szintén jogi pályán, tehát jogászként, közigazgatási ügyeket intézve. Nagy feladataim közé tartozott a kodifikációs előkészítés, tehát miniszteri rendeleteket készítettünk elő, és egyéb szintű jogszabályokban is közreműködtünk. A minisztériumi munka után a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál dolgoztam, mint a hírközlési ombudsman mellett dolgozó jogász, tehát internet, telefon, mobiltelefon ügyekkel is foglalkoztunk, tehát gazdasági ügyekkel elsősorban, tehát szerződésekkel, és ezekkel kapcsolatos jogvitákat kellett tisztázni. Ez előtti munkahelyem pedig az Országgyűlés Hivatala volt, ahol szakmai osztályon dolgoztam. Ott is konkrétan szerződésekkel, megrendelésekkel és egyéb gazdasági feladatokkal kellett foglalkoznom. Tavaly december 17-én nevezett ki Navracsics miniszter úr a Gödöllői Járási Hivatalának a vezetőjévé, és január 1-én kezdtem meg a munkát itt Gödöllőn. Január 1-ével ugye mindenhol elindultak a járási hivatalok. Gödöllőn ez hogy alakult? Zökkenőmentes volt-e az indulás? A járási rendszernek az újjáélesztése Magyarországon ugye 2013-ban kezdődött. A járási rendszert 1983-ban számolták föl Magyarországon, a közigazgatásban, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy 30 éven keresztül volt egy csipke-rózsika álom a járási rendszerben. A zökkenőmentesség az az okmányirodáknál elmondható. Ugye a járási feladatok átvételekor nem csak okmányirodai feladatokat
kellett, hogy január 1-én újjáindítsunk, hanem ezen kívül építésügyi hatóságot, gyámhivatali feladatokat vettünk át, a helyi védelmi bizottságnak is a feladatait át kellett venni. Ezen kívül pedig járási rendszer integráns részét képezik a földhivatalok, ugye nem minden járásban, de Gödöllőn található földhivatal, állategészségügyi hivatal, népegészségügyi hivatal és munkaügyi kirendeltség is. Tehát ezeket a hivatalokat be kellett tagozni újra a járási rendszerbe. A szakigazgatási szervek, tehát amiket az előbb elmondtam, működésében túl sok változás nem történt, tehát ott zökkenőmentesnek mondható az átállás, ami szintén elmondható, hogy a járás területén található három okmányiroda is a december 28-a volt az utolsó munkanap. December 28-ához képest január 2-án sikerrel tudtak kezdeni változatlan feladatokkal a munkatársak. Ahol zökkenők történtek, az inkább azok a területek, a hatáskör tisztázása miatt még nem volt teljesen tiszta a feladat. A legnagyobb kihívást, meg a legnagyobb feladatot az a gyámügyi hatóságnak a munkája jelenti. Gyámügyi hatóságok ugye most 15 településen kellett, hogy átvegyék azt a munkát, amit eddig a települési önkormányzatnál folytattak. Ennek a megszervezése, ennek a feladatnak a működését biztosítani elég nagy logisztikai munka. Most január 28-a van, tehát körülbelül 20 munkanappal vagyunk a kezdés után. Most már elmerem mondani azt, hogy zökkenőmentesen fogunk tudni működni a gyámhivatal feladatait illetően is. A legnagyobb problémákat ugye az jelenti, hogy a gyámügyi ügyintézés az folyamatos, tehát ott nincsen csütörtök éjszaka vagy szombat reggel, nem lehet arra hivatkozni, hogy nincsen ügyfélfogadási idő. A kiskorúaknak a védelmét, meg a kiskorúak érdekeit folyamatosan, tehát a héten 168 órában kell biztosítani. Ennek igyekszünk megfelelni. Amúgy, ha már az ügyfélfogadás szóba került, azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi ügyfélfogadási rendszer, 2013. januári ügyfélfogadási rendszer, az nem különbözik a 2012-es decemberi ügyfélfogadási rendszertől, tehát hogyha valaki az okmányirodában szeretne ügyet intézni, ugyanabban az ügyfélfogadási időben tudja ezt megoldani, mint már eddig megszoktak az ügyfelek. A gödöllői okmányirodán kívül a járás területén még Pécelen és Veresegyházán is működik okmányiroda. Ezen a kettő helyen járási kirendeltség is működik, ahol gyámhivatal is működik, ahol az ügyfélfogadás biztosított az ügyfelek számára. Ezen a három kirendeltségen kívül még Csömörön és Kistarcsán és Magyaródon is működik kihelyezett kirendeltség. Ott is igyekszünk megfelelni az ügyfeleknek az igényeinek. Ugye a hivatal az nem önmagának való. Tehát a hivatali munka az nem saját magáért történik. Az elsődleges feladat az az ügyfeleknek a kiszolgálása. Eddig még visszautasított ügyfélről nem tudok, nem is történt ilyen. Olyan elvek szerint működik a járási rendszer, hogy előfordulhat olyan, hogy az ügyfeleknek a hatásköri tisztázás miatt néhány percet várniuk kell, vagy akadnak kisebb fennakadások, de ügyfelet elküldeni nem szabad. Minden ügyfelet ki kell szolgálni. Ez a járási rendszernek a lényege. Urbanics Gábor elmondta, hogy a gödöllői járás a legnagyobb megyének a legnagyobb járása. 138 ezer ügyfél tartozik hozzájuk. A szakigazgatási szervekkel együtt 226 fő látja el a munkát.
Az állomány mostani létszámából körülbelül 10-14 fő hiányzik még. Fontos szempont a felvételnél, hogy a jelentkező rendelkezzen 5 év közigazgatási gyakorlattal és megfelelő végzettséggel az adott posztra. Minden olyan 90%-ban feltöltött körülbelül a hivatali létszám, de az ügyirat hátralékunk az nulla, az ügyfélfogadás az 100%-os, tehát igyekszünk úgy működni, hogy az ügyfelek ne vegyék észre azt, hogy nem vagyunk még teljes létszámon. Nem olyan régiben Tarnai Richárd kormány megbízott végigjárt a járás hivatalokat. Hogy volt megelégedve a gödöllőivel? 2 hete hétfőn történt a kormány megbízott úrnak a látogatása. Ez volt az első olyan járási központ, amit kormány megbízott úr meglátogatott. Tehát az első napján, a bejárásnak az első napján ellátogatott Gödöllőre. A gödöllői munkatársakkal, tehát akik akkor itt tartózkodtak az épületben, mindenkivel megismerkedett kormány megbízott úr, mindenkivel legalább 3-4 mondatot beszélt arról, hogy hogyan látja a járási rendszernek a működését, milyen eszközökre van még szüksége, mennyire van leterhelve, és hogyan érzi azt, hogy mik azok a segítségek, amiket a kormányhivatal meg tud adni az ügyintézőnek. A látogatás végeredménye az pozitív volt. Ugye azok a problémák, amikkel küzdünk, tehát létszámfeltöltés, ingatlan helység problémák, ezeket igyekszünk minél hamarabb úgy megoldani, hogy az ügyfeleket méltó módon tudjuk kiszolgálni. Önnek és a munkatársainak mi a tapasztalata arról, hogy az ügyfelek hogyan vették ezt a járáshivatal változást, tehát hogy kialakultak a járáshivatalok, és most már talán ugyanoda kell menni, de másképp lehet ügyintézni? 2 választ tudok adni. Az egyik az, hogy a járási szakigazgatási szervek, tehát például mondok egy konkrét példát, egy földhivatal működésében az ügyfelek nagyon kevés változást vettek észre. Ugyanazon a helyen, ugyanabban az ügyfélfogadási időben ugyanazok az ügyintézők intézik ugyanazokat a dolgokat, tehát ott a járási rendszer gyakorlatilag 100%-osan zökönömentesen úgy tudott átalakulni, hogy az ügyfelek szinte semmit nem vettek észre a váltásból. Az okmányirodai részeken ott ugyanez a helyzet, tehát ott is gyakorlatilag ugyanannál az ablaknál ülő, ugyanazok az ügyintézők intézik ugyanazokat az ügyeket. Ami változás, az az építéshatóság és a gyámhivatal, amire az előbb utaltam. Ugye az építésügyi hivatalnak a legfőbb feladata az lesz, hogy az elsőfokú hatóság által kiadott engedélyek alapján történő építkezéseket ellenőrizzék. Ez a rendszer, ebben a rendszerben még vannak olyan problémák, amiket még nem sikerült tudatosítani, hogy ezekre mi a megoldás. Az első héten voltak olyan kérdések, hogy ha be akarok adni mondjuk egy bontási engedélyt, vagy be akarok adni egy építési engedélyt, akkor hogyan kell eljárnom, de ezeket a dolgokat már tájékoztatókkal sikerült megoldani. December végéig szeretnék kialakítani a kormányablakokat. Ez Gödöllőn hogy áll most? A kormányablakoknak nem személyi és nem tárgyi feltételei hiányoznak a januári bevezetéshez, hanem a kommunikációs gerinchálózatnak a kiépítésétől függ a bevezetés. Ugye a tervezett kiépítés, ez egy informatikai rendszer, a tervezett kiépítés az októberre várható, tehát októberben várható az, hogy Gödöllőn megindul a kormányablaknak a működése. Az országban ugye 300 kormányablakot kívánnak létrehozni, ebből Pest megyében, ugye mivel ez a legnagyobb megye, ezért nem 20-szal osztva, nem 15, hanem 37 lesz az, ami megkezdi a működését. Ez azt jelenti, hogy járásonként, tehát hogyha 37-et elosztom 2-vel, akkor a matematikai átlag az, hogy 2
lesz, kettő kormányablak lesz járásonként. Ugye a járási székhelyen működő okmányiroda az egy biztos pont, tehát Gödöllőn biztos, hogy lesz kormányablak. A második hely, tehát hogy a másik kormányablak a járáson belül hol lesz kiépítve, azt még nem tudom megmondani. Nagyon sok tényezője van, hogy merre. Ugye nyilván azok a települések, amik Budapesttel, tehát a valamelyik fővárosi kerülettel határosak, amik től mondjuk 7-8 kilométerre található egy kormányablak, mert minden kerületben lesz, azok, hogy mondjam, kevesebb eséllyel pályáznak erre a posztra, mint akik távolabb vannak. Tehát most mondok egy konkrét példát, Kistarcsa, vagy Csömör, vagy Kerepes, amik tényleg Budapesttel konkrétan határosak, az ő részükre ugye biztosított, hogy 7-8 kilométeren belül kormányablakhoz tudnak jutni. Tehát inkább azok a részek élvezhetnek előnyt, amik ugye földrajzi távolságban vannak messzebb a jelenleg működő okmányirodáktól és a jelenleg kialakításra szánt kormányablakoktól. Ugye a kormányablakoknak a tesztüzeme jelenleg már zajlik. Ugye van 61 olyan hatáskör, amit a jelenlegi kormányablakokban már, tehát a most működő kormányablakokban el lehet intézni, de ez a 61 hatáskör, ez ugrásszerűen meg fog nőni. Tehát ott A-tól Z-ig ügyintézés lesz, ugye ez az egésznek a lényege. És ugye ez egy információ áramlási probléma, tehát attól függ, hogy ezt a informatikai gerinchálózatot mikor tudják kialakítani. Még búcsúzóval annyit szeretnék hozzátenni itt az információkhoz, hogy az ügyfélszolgálat az elsődleges célja a járási rendszernek, és igyekszünk maximálisan kiszolgálni minden ügyfelet, bárhol lakik, akár kirendeltségi körzetben, akár kis településen, ami most nem kapott kirendeltségi státuszt. Tehát az elsődleges célja a járási rendszernek, hogy minél közelebb kerüljenek az állampolgárokhoz, ezért még fejleszteni szeretnénk a jelenlegi szervezetünket, és igyekszünk azon lenni, hogy azokon a településeken, amiken még nem működik kirendeltség, létrejön úgynevezett ügysegédi szolgálat. Ezek a járási ügysegédek, ezek azért fontos pozíciók, mert ezek településen belül fognak működni. Jelenleg Erdőkertesen alakítjuk ki az ügysegédi hivatalt, de reményeink szerint több kis település is becsatlakozik majd ebbe a körbe. És ezzel még közelebb kerül a hivatal a lakóhelyükhöz az állampolgároknak.